A magyar vidék fejlesztése érdekében a kormány 2018-ban meghirdette a Magyar Falu programot. Ennek keretében lehetett pályázni többek között orvosi eszközökre, óvodai játszóudvar és temetői infrastruktúra fejlesztésre, vagy éppen faluház felújításra. Utóbbira Bála is adott be pályázatot, amit meg is nyert, így a községháza hamarosan korszerűsödhet. Jelenleg egy régebbi épületben zajlik az ügyintézés, amelynek bár öt évvel ezelőtt volt egy nagyobb felújítása, nem sikerült mindent megvalósítani. Az elnyert pályázatból most a tetőszerkezetet szeretné lecserélni az önkormányzat, illetve bár napelemekkel már rendelkezik az épület, a fűtést még korszerűsíteni kell. A tervek szerint elektromos fűtésrendszert építenek ki, és felhasználják majd a megújuló energiát. Is. A megyei turisztikai fejlesztés keretein belül is hamarosan elkezdődik egy nagy beruházás vállaljon. Vállal esetében ez egy régi sváb építészeti kultúrára emlékeztető háznak a felújítása lesz, amely a turisztikai útvonalba esik, hiszen nagyon sokan mennek itt a határátkelő helyen át, nem csak Csíksomjóra, hanem Nagykárolyba, a kastélyba és a határ túloldalán lévő látványosságokat is megnézik, ahol ennek egy pihenője lenne, illetve ennek egy bemutató része lenne. Ennek összege bruttó 53 millió forint. Az egyik legjelentősebb 5 kilométer hosszú mezőgazdasági útnak csak egy kis része újult meg eddig, ezt is szeretné folytatni az önkormányzat. Ezen az úton található a Krasznát át hidaló híd, a Kraszna híd, amely időközben az önkormányzat tulajdonába került vissza, és statikai felújítást is igényel. Most saját költségből egy, egy burkolatot sikerült rá tennünk, mert már szinte használhatatlan és járhatatlan volt de egy későbbi nagyobb volumenű felújítás, karbantartás, állagmegóvás is mindenképp indokolt lenne. Fontos lenne a település belterületi útjainak folyamatos felújítása is, hiszen, mint a polgármester fogalmazott, az elmúlt években jelentősen megnövekedett a nemzetközi forgalom. Nem csak a személygépjárművek, teherautók is gyakran használják a főutat, és ez meg is látszik rajta. A közmunkaprogram keretében sok járda megújult már, de még van mit javítani. Egyre többen használják a településen szabadidős tevékenységként a kerékpározást, ezért évek óta a tervek között szerepel, hogy kerékpárutakat építsenek vállaljon. A híd felújítására, az utak rekonstrukciójára, valamint kerékpárút építésre a Magyar Falu program keretéből nem kaptak támogatást, így ezek megvalósítására más forrást kell keresni az önkormányzatnak.